legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik. No, kérem, a vonal túlsó végén Prégl Máté, az OTP Global Markets részvénykereskedője. Szerbusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! No, hát szerintem kezdjünk a Facebookkal. Mi is elcsodálkoztunk itt reggel, hogy 26%-os mínuszban ragadt a Facebook. Korábban agyonistenítették, agyonvették, minden, most meg agyonverték. Hát igen, ugye a negyedéves jelentésében egyébként a pénzügyi számai nem lettek rosszak, sőt várakozásoknak megfelelően alakultak, néhány soron még a várakozás felett is alakult. Például a hirdetési bevétel jobban teljesültek, mint ahogy az elemzők azt látták volna. Viszont utána a további kilátások voltak borúsak, hiszen a növekedés úgy tűnik, hogy egy időre nem lesz a Facebookkal. Úgy tűnik, hogy nem fog tudni igazán új felhasználókat bevonzani, és ezáltal ugye ez egy komoly probléma, hiszen ez egy networking platform igazából a Facebook, és ezt gyorsan be is áraszták a befektetők, illetve hát az elemzők is. Mindegyiknek ez volt a véleménye, hogy így növekedés nélkül azért jóval kevesebbet ér a cég, úgyhogy egy $100 lentebb hozták, valaki több mint $100 lentebb hozta a célárát, úgyhogy ez egy elég komoly átározódás, de hát azt látni kell, hogy egy részvény értékének a jelentős részét a jövőbeli növekedés adja, és hogyha az tűnik el, vagy az megfeleződik, akkor rögtön komoly átértékelődésnek kell bekövetkezni, és ezt láttuk a Facebooknál is. Ugye itt a növekedési kilátásokat egyrészt a TikTok az, ami beárnyékolja. Nagyon sok fiatal felhasználót elszív a TikTok a Facebooktól, illetve az Apple is most egy ilyen privacy policy változás miatt egy nagyjából 10 milliárdos költséget fog okozni, vagy bevételkiesést fog okozni a Facebooknak, ami hogyha mondjuk nem lenne probléma a növekedéssel, szerintem senkit nem érdekelne ez, így, hogy probléma van a növekedéssel, így sérülhet tovább a cash flow, ami nyilván tovább rontja az egészet. Ugye ez ilyen a baj nem jár egyedül dolog volt. És ugye múltban is azért a Facebook többször is akvizícióval tudott növekedni, új felhasználókat bevonzani, ugye a WhatsAppot, az Instagramot is megvásárolta, de ugye az a monopólium ellenes törvények igazából most már nagyon megakadályozzák azt, hogy újabb akvizíciókat hajtson végre. Úgyhogy így ezen keresztül növekedés is eléggé korlátozott. Cserébe ugye elkezdte az átalakulást a metává, ami egy hosszú, költséges folyamat. Több elemző úgy gondolja, hogy ez a végül kifizetődő lesz, és egy olyan új platformot tud létrehozni, ami ismét vonzóvá válhat a felhasználóknak. Tehát ugye ez nem holnap fog kiderülni. Oké, hát aztán majd meglátjuk, hogy ez nem lengette túl ez az inga. Majd meglátjuk a kereskedésben, mennyit tud korrigálni a papír, ha egyáltalán korrigál. Na de azért makrogazdasági fonton voltak még érdekes dolgok. Ugye a hét elején beszéltünk is az LKB-nak a döntéséről. Itt milyen döntés született, mit okozhat, hogy néz ki az európai infláció, stb. Egy csomó kérdésre talán választ kaphattunk. Igen, maga a döntés nem volt annyira érdekes, mert nem döntöttek semmit, ha lehet így mondani. Mondjuk ez is várható volt, ugye? Igen, ez volt a várakozás. Inkább Lagarde-nak a sajtótájékoztatója volt különösen érdekes, mert nagyon sok mindenben változott a kommunikációja. Tehát most már nem volt rest bevallani, hogy a december és a január infláció meglepően magas volt, és most már attól sem zárkózott el, hogy biztos, hogy nem lesz idén kamatemelés, nem így fogalmazott, hanem most már úgy fogalmazott, hogy lehet, hogy lesz idén kamatemelés, és ebben már rögtön tovább is
lehet következtetni arra, hogy mivel eddig az ECB úgy állt hozzá, hogy ki kell vezetni a eszközvásárlási programot, mielőtt kamatot emel, ezért gyorsan ezt is fejben átgondolja az ember ilyenkor, hogy akkor lehet, hogy nem októberre lesz 20 milliárd az eszközvásárlási program, hanem sokkal hamarabb, és úgy, hogy nulla. És aztán rögtön kamatemelés jön. Úgyhogy itt az európai kamatpálya is átárazódott a héten. De egyébként így középtávon az elemzők azt várják, hogy nem lesz egy komoly inflációs nyomás. Úgy látják továbbra is, hogy nagy részt az energia és a nemzetközi hatások, kínálati problémák okozzák az európai inflációt, hiszen például a core infláció hónap alapon mínusz 0,8%-ot mutatott, tehát nem tűnik úgy, hogy beindulna egy ilyen úgymond árbérspirál, vagy valami ilyesmi, és ezért nem olyan borús a kép az Európában, mint mondjuk Amerikában ilyen szempontból. Oké. Egyébként, ha már ugye szóba került az infláció, meg az, hogy azért nincsenek jó bőrben az egyes országok makrogazdasági szempontból, költségvetési szempontból, szerinted milyen hatása lehet eznek a részvénypiacnak? És akkor itt a két témát össze is kötnénk, ugye az előbb beszéltünk a Facebookról, most meg az LKB döntéssel kapcsán az inflációról. Ez a két dolog hogy hathat egymásra? Igen, egyébként ugye itt a Facebooknál is beszéltünk már arról, hogy a növekedés az, ami leginkább befolyásolja egy részvény értékét, és ez továbbra is így van a több részvénynél is, nem csak a Facebook kapcsán. Emiatt egy átárazódás nyilvánvalóan okozza a kamatemelés, de mivel van közben infláció és növekedés, ezért a vállalatok bevételei és profitja is növekedni fog, hiszen a nominális növekedés ugye egészen magas lehet, ugye összeadjuk a reál meg a inflációt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a részvények kilátása így összességében kedvező, arra kell nagyon figyelni befektetőként, hogy ez vajon mikor fog, vagy átcsaphat-e egy ilyen stagflációs, növekedés nélküli, magas inflációs, magas hozamkörnyezetes szituációba, hiszen akkor azért a részvényeknek eléggé kellemetlen lehet. Most még csak átértékelődés volt a magasabb hozamkörnyezet miatt, illetve az infláció azért belemar a vállalati profit marginokba, hiszen nem tudják olyan gyorsan áthárítani a vásárlókra a megemelkedő költségeket, mint ahogy azok megemelkednek, és ezért a marginok egy kicsit beszűkülnek, de szerintem nagyjából be is árazódott egyébként ezzel a mínusz 10-10%-os eséssel. Igen. Figyelj, arról mi az ideát, hogy azt mondják, hogy eddig a tech részvényekről szólt az elmúlt néhány év, és alul teljesítettek nagyon a hagyományos papírok, és most a hagyományos gazdaság értékteremtő cégei nagyot mehetnek az idei évben. Egész egyszerűen azért, mert kezd kifogyni a szufle, és erre mondhatnánk a Teslát, mondhatnánk a Facebooknak a tegnapi fiaskóját, meg még van rá egy pár példa. És hát ugye jósolják, az előbb beszélgettünk a turizmusról, jósolják a turizmus újraéledését, hajós cégek, légitársaságok, utazási irodák, akik régen vitték az ászlót a tőzsdén, ezek most újra fókuszba kerülhetnek? Hát ugye itt az utazási cégeknél a Covid a fő kérdés, azt szerintem nehéz így előrejelezni, de az Omikron most már biztató szerintem abban a szempontból, hogy kevesen kerülnek kórházba, hát ha enyhülni fog ez a stressz így az emberiségen, és ezért a turizmus is elkezdett visszatérni a régi kerékvágásba. Úgyhogy én abban a szektorban azért inkább pozitív lennék, mint negatív. Az, hogy most a tech részvényeknek vége, ott inkább úgy fogalmaznék, hogy azok a cégek, akik tudnak növekedni, és ugye erről beszéltünk már, azok biztos, hogy jól fognak teljesíteni. Tehát azok a tech részvények, akiknek a terméke el fog kelni, ők biztos, hogy jól fognak teljesíteni. Inkább olyan szituációk nem tudnak kialakulni, hogy mivel ingyen van a pénz, azért igazából minden jól hangzó részvényben be fog áramolni a tőke, mert jobban meg fogják nézni a befektetők, hogy mit tud
az a technológiai vállalat, van-e mögötte valós érték, hiszen nagyobb lesz a költsége annak, hogy oda tegyék a pénzüket. Oké, nagyon szépen köszönjük. Jó hétvégét, előtte meg azért jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen nektek is, jó hétvégét és meg jó munkát. Szervusz! Priegl Mátéval beszélgettünk, az OTP Global Markets részvénykereskedője. A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli treasury rovata hangzott el. No, hát az órára pillantván azt kell mondanunk, hogy Schmidt Andi a terep, tessék! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éve.